A csapat, a játékosok, illetve már Rossi vezetőedző is két hét pihenő után áll újra munkába. Ilyenkor egy klub tulajdonos is tud pihenni, vagy, vagy mivel tölti ezt a két hetet, amíg a csapat kimenőn van? Hát, nekünk dolgoznunk kell ilyenkor, hiszen próbálunk játékosok szerződésével foglalkozni, játékosokat szerezni, bizonyos játékosok elmennek, a, meg kell nézni, hogy milyen lesz a büdzsé a következő szezonban nyitott kérdésekkel foglalkozni, úgyhogy ez nem ilyen idő a klub felsőbb alkalmazatjainak. Ugye kezdődik nem is olyan sokára, egy hónap múlva a szezon, ilyenkor a szurkolók biztos nagyon kíváncsiak rá, hogy mi a helyzet a játékos kerettel, hogy alakulhat ebben az elkövetkező egy hónapban. Hát ez rendkívül nehéz megmondani, több ok is van. Először is ugye elküldtünk sok külföldi játékost, visszahoztunk egy pár akadémistát, akiket majd megnézünk. Van egy keretünk, szeretnénk három-négy pozícióval inkább négyre igazolni. Most egy rajzás van. A, vannak klubok, amelyek teljesen megőrültek, és mindenféle játékost akár annyi pénzért leigazolnak, mert úgy gondolják, hogy elég pénz lesz arra. A pénz sosem elég arra, hogy olyan játékot igazoljunk, olyan pénzért, ami nem megfelelő. A, mi nézzünk továbbra is játékosokat, talán két külföldi, két magyar szeretnénk igazolni. Megvannak a kiszemeltjeink, hogy ezeket meg tudjuk szerezni, vagy nem, azt én nem tudom. A versenyképesek vagyunk minden tekintetben, de nem akarunk őrültségeket csinálni. Ha van -e olyan klub, akinek egy játékos minden áron kell, akkor azt a játékost minden, valamilyen áron meg tudja szerezni. A, én mindig azt mondom, hogy minden játékosnak annyit kell fizetni, amennyit ér. Uh, tudom, hogy vannak szurkolók, akik szeretnék hallani, hogy leigazolt a következő, a következő 4 játékost, akik nagy játékerőt képviselnek, és mindegy, hogy mennyiért, vagy hogyan. Én ezt nem tudom, és nem is akarom mondani. Azt mondom, hogy Marco Rossi minden olyan játékost, akit Marco Rossi kiszemelt, és egy pozícióra van 3 négy játékos is, azokkal tárgyaltunk, vagy tárgyalunk, ha megnézzük, lesz olyan, akit esetleg meg tudunk szerezni, lesz olyan, akit nem tudunk megszerezni. A, nem ö, fogunk butaságokat csinálni. Azt lehet tudni, hogy melyek ezek a posztok, ahova erősíteni szeretnénk? Mindenképpen szeretnénk egy balhát védett, egy belső védőt, és a 9-es és a 10-es posztra is egy-egy játékos. És mi lehet azoknak a fiataloknak a sors, akik visszatértek kölcsönből? Akiket megtartunk az mb és keretben, azoknak mindenképpen játék lehetőséget szeretnénk adni. Ez Márko Rosszi egyik feladata. Ő ezt nagyon szereti és remélem, hogy ez így is lesz, nem csak én mondom, így is lesz a, a, szezon során. Mit lehet tudni eddig a felkészülési programról? Tudjuk, hogy két-három külföldi csapattal játszunk, három-négy magyar csapattal játszunk. Azt tudjuk, hogy a felkészülésünk igazából tegnap kezdődött az orvosi vizsgálatokkal, és július 17-én ér véget majd az első 17-én, 18-án az első bajnoki mérkőzéssel minden valószínű szerint edzőtáborba is vonunk egy, 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 darabig. Ez még képlékeny, de dolgozunk rajta. Nagyon kevés idő volt arra, hogy megszervezzük a dolgokat. A um, Marco Rossi ma átadta a felkészülési időszakra az edzést tervet, és ezen, ez alapján fog majd a csapat készülni. Kitűzte már a célt saját magának, illetve Márkor Rosszinak a következő szezonra? Én azt szeretném, hogy versenyképesek legyünk, és a legjobban teljesítsünk. A nehéz célokat kitűzni, anélkül, hogy az ember a teljes keretet ismerné, de azt mondom, hogy 3-4-5 mérkőzés után már sokkal reálisabban fog tudni célokat elmondani, célokat kitűzni a 15-16-os